Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Sorsnap, március 3-án. Miről van szó? Vannak bizonyos napok, amikor egy kívánság megvalósulhat. Aztán vannak bizonyos napok, amikor mi ezt feladjuk, mert bizonytalanok vagyunk. Ezek a sorsnapok a hold mozgásával állnak összefüggésben. Ez kihat már a mai napon is, tehát március 2-án és hat március 3-án is. Itt kívánságról van szó, és ez olyan közel áll hozzánk, hogy ez a kívánság megvalósítható. A mai napon, tehát március 2-án és március 3-án is érezhető. Kívánj valamit, ez most megvalósul. Ehhez készítettem egy jóslást, amit most megtekintünk. Itt most választhattok, mi a kívánságotok. Lehet több kívánság is. Ha gazdagságról, nyereményről lenne szó, akkor válasszátok ezt a kincses ládát. Ha szerelemről van szó, akkor a szívet. Ha egy szerződésről vagy egy hírről van szó, akkor ezt a papírtekercset. Ha egy ajándékról, egy meglepetésről, akkor válasszátok azt a kis ékszert ott a papírtekercs alatt, és még ott van ez a kulcscsomó, ha egy autóról van szó, vagy egy ház vételéről. És most megtekintjük a mint, ahogy a képen látható, itt vannak az asztrológiai szimbólumok. Nem a mi naprendszerünk szerint, mert akkor úgy lenne, hogy Merkur bolygó, Vénusz, ami földünk, Mars bolygó, Jupiter bolygó és Szaturnusz bolygó, azon kívül a kívül álló bolygók Uránusz, Neptun és Plutó. Itt másképp van felépítve az indiai asztrológia szerint, mégpedig a felső kártya mutatja a hold energiáját, a hold szimbóluma nem látható, és az hétfőre utal. Aztán jön a Mars szimbólum, az keddet mutatja, Merkur bolygó szerdát, Jupiter bolygó csütörtököt, Vénusz bolygó pénteket, és Szaturnusz bolygó jelenti a szombati napot, középen van a nap, a kívánság, ahova odafigyelünk, az szimbolizálja a vasárnapi napot. Ott felül van a hold energiája, ami mutatja a mi érzelmeinket, kívánságainkat, reményeinket, és az álmainkat. Ez összefüggésben áll ezzel a kívánsággal. Kihat az érzelmeinkre, hogy kellene most érezni, ami ezt a kívánságot jelenti. Ezen a képen láthatóak a kardok. Az utal a levegő elemére, tehát kell a könnyűség. A levegő eleme mutatja a kommunikációt is, tehát meg kell mondani azt, hogy miről álmodozunk, mi legyen ez a kívánság. Ahogy a képen látjuk, ez a férfi most lezár valamit. Ott van a háta mögött a múlt, a kihívások, a nehézségek és a félelmek. Tehát félelem nélkül kell, hogy ezt a kívánságot. Ha szeretnénk valamit megvalósítani, akkor át kell tennünk magunkat a félelmek felett. A következő szimbólum a Mars bolygó szimbóluma, és itt tettekről van szó,
erőről, bátorságról, és ez a Mars szimbólum jelenti a férfiakat is. Tehát kihat a szerelmi élet területére. Azt is jelenti, hova fektessük be az erőnket. És most megtekintjük ezt a kártyát, ami összefüggésben áll a Mars bolygó szimbólumával. Itt ezen a képen a kejhek láthatóak. Az kihat az érzelmekre. Különösen a férfiaknál hat most ez a kártya. De ott van a 9-es szám, ami korlátozásokra utal. Ezen kell áttenni magunkat. Bízni abban, hogy ez a kívánság megvalósul. Ezek a kejhek utalnak az álmokra is. És itt kell a hitünket, ezt a belső erőt erősíteni. Most áttérünk a Merkur bolygó energiájára. Itt látható Merkur bolygó szimbóluma, ami utal cselekvésekre, kommunikációkra, tettekre, itt látható a hold. A hold inkább visszahúzódó és befele tekint, ami belső hangunkra, utal a mi intuíciónkra is. Itt kívánságról van szó, tehát ne beszéljetek erről, hanem figyeljetek oda, mit súg számotokra a ti belső hangotok, hogy tudnátok ezt elérni. Azt is jelenti ez a kép, hogy meditáljatok a felett, amit szeretnétek elérni. Itt alul látható Jupiter bolygó szimbóluma, ami szerencsét hoz. Jupiter bolygó kihat bírósági ügyekre is, ahol igazságról, néha igazságtalanságokról van szó, vagy egy bizonyos helyzetre, ahol úgy érzitek, hogy minden olyan igazságtalanság. És ebben segít Jupiter bolygó ezt megoldani. Itt látható ez az arany kehely. Itt érzelmekről van szó. Persze ez kihat a szerelmi élet területére, ahol Jupiter bolygó szerencsét hoz. Amennyiben igazságról vagy igazságtalanságokról van szó, akkor azt ne vegyétek úgy a szívetekre, hanem tegyétek át ezen magatokat, és ügyeljetek az érzelmekre, ne hagyjátok azt, hogy mások megbántsanak benneteket. Ami nekem még eszembe jut ennél a kártyánál, ami szintén szerencsét hozhat, ez egy kreatív munka, vagy a hivatás a spirituális területen. Most áttérünk Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygónál a párkapcsolatról van szó, kihat a szerelmi élet területére. De mutatja a mi nőiességünket is, vagy egy kreatív munkát. Itt láthatóak az érmek, mégpedig 5 darab. Az 5-ös szám utal külső hatásokra, hogy mások beleavatkoznak a dolgaitokba. Amit még ez a kártya mutat, ezt most megtekintjük. Itt látható egy kislány. Kezében van egy érem, és ő odafigyel. Úgy gondolja, ez az utolsó, fél attól, hogy elveszíti. Amit nem vesz észre, hogy a háttérben ott vannak a többi érmék is, ott van a fény, olyan, mint egy ilyen szentély, egy szent kép, és nem figyel oda rá. Ez a kártya azt közli velünk, hogy vannak félelmek, hogy elveszítünk valamit vagy valakit. Kihat a szerelmi élet területére.
Az érméknél értékekről van szó, belső értékekről is. És erre kell odafigyelni. Ott, ahol az ablak van, ti értékesek vagytok, hogy boldogok legyetek a szerelmi élet területén, hogy ti ezt megkapjátok, és hogy ez a kívánság megvalósuljon. Legyetek biztosak a saját értékeitekben. Itt ennél a kártyánál látható Szaturnusz bolygó szimbóluma. Szaturnusz bolygó kihat a sorsunkra. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sorsdöntő döntések, változások vagy kapcsolatok. De Szaturnusz bolygó néha megleckésztet bennünket. Mi most a házi feladat? Ezt mutatja a kártya, mégpedig az erő. Amit kifele mutathatunk, ezt jelzi az oroszlán, vagy a belső erőnket jelenti, amit ez a hölgy mutat a háttérben. És ez a belső erő erősíti a hitünket abban, hogy ez a kívánság megvalósuljon. És ez volt a felvételem, kívánj valamit, mert ez megvalósulhat. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!